Képzeljétek el, hogy milyen lehet az, hogyha te felelsz a YouTube Rewindért. Te vagy a felelős, te vagy a szerkesztő, te találod ki az egészet évről évre. És évről évre több dislike-ot kap a videót. Na sziasztok, az én nevem van, és srácok, ilyet a lányok. Amint tudjátok, kijött a YouTube Rewind, körülbelül 3 napja érkezett meg hozzánk ez a mestermű, és elég nagy port kavart. Elég nagy port kavart. Első ránézésre azonnal láthatjuk azt, hogy 4 millió dislike, az nem feltétlen a legjobb dolog 3 nap alatt. Éppen ezért, hogy ezt viszonozzuk, erre a videóra nyomjál mindenképpen egy lájkot, és még nem vagy feliratkozó, iratkozz fel. Véleményem szerint a legnagyobb hiba azt, hogy kicsit kielemezzük az egészet, meg belenézünk, a legnagyobb hiba az egészben az, hogy ez egy ilyen kicsit egy ilyen ördögi kör. Szóval, ha ez a dolog, ez tavaly is rossz volt, akkor több mint valószínű, hogy idén is rossz lesz, mert az emberek, akik tavaly részt vettek benne, kevesebb kedvel fognak részt venni az idei évben. És megmondom őszintén, hogy ezzel én is sokszor így vagyok. Hogyha egyik évben valami ilyen összefoglaló videó tök jól sül el, akkor nyilván, hogy a következő évben nagyon szívesen részt veszek benne, ugyanúgy. Viszont fordított esetben, hogyha valamit széjjel szapulnak az emberek, akkor jövőre azért lehet elgondolkodok, hogy hát ez lehetne ma nekem való dolog. 8. a felkapottak között. Remélem az én videóm majd megelőzi. Na, Will Smith, kezdjük ezzel! Szerintem ő nem tudja, hogy mire vállalkozott. Szerintem megkapta az e-mailt a YouTube-tól, és kb. Ezt a fejet vághatta. If I control Rewind, I would want Fortnite and Marquez. Talán ami plusz dolog lehet benne az az, hogy mint színész, ő tökre beleillik ebbe. Véleményem szerint youtuberek nem tudnak színészkedni. Én sem tudok, és amikor utólag visszanézem a videóimat, ahol próbálok valamit eljátszani, nagyon-nagyon-nagyon nevetnem kell, mert nem megy. Nem vagyunk színészek, videósok vagyunk, viszont ő színész. BUM! Ezt a részét elfogadom. Minden évben összefoglalják a trendeket, amik a YouTube-on voltak. Tavaly voltak, azt hiszem, volt a tavalyi áttörés, a poltesoknak a berobbanása, meg a slime-os sztori. Szóval ezt a részét, hogy Fortnite, ez... elfogadom. Belegondolva abba, hogy hamarosan így fog kinézni a frizurám, ez nem egy jó dolog. De ez azt jelenti, hogy jövőre én is megkaphatom a buszsofőr szerepét. Nem tudom, hogy például ki vágja ezeket, vagy minden évben ugyanaz az ember vágja meg, vagy nem. Az idei évi videóban nekem nem tetszett annyira a vágás. Szerintem az előzőekben, az én személyes kedvencem a 2014-es volt vágásilag, szerintem ez nagyon jól össze lett rakva. És amit még itt hiányolok, csak most, hogy látom repülő top 1 youtuber barátunkat, hogy ebben még volt valamilyen sztori. Szóval nyilván a top 1 ember vezette fel az egészet, és benne voltak a többiek is, de hogy olyan téren meg volt adva a tisztelet annak az embernek, akit mégiscsak a legtöbben követnek. De PewDiePie 4 éve nem vett részt a videósorozatban. Who's that? Én nagyon sok embert nem ismertem fel például a videóban, ez már a tavalyi és a tavaly előtti Rewindban is így volt, hogy olyan emberek kerültek elő, akik... Te ki vagy? Ami nem biztos, hogy egy jó érv, mert lehet, hogy az adott ember az adott országban nagyon-nagyon ismert, vagy csak én nem nézem, de valahogy a régebbi videókban sokkal-sokkal-sokkal több embert fel tudtam ismerni. Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ó! Oh! Téged ismerlek! Casey Neistat nekem egy nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, én kivonatlan örültem, hogy ő például benne volt ebben. Minden oké, okay, Casey? Fú, na és valószínűleg ez az, amiért Casey jövőre nem lesz benne. Most erről szólva szerintem ilyenkor tök nehéz az, hogy téged meghívnak egy Rewindba, szóval tegyük fel, hogyha engem meghívnának. Én nem vitatkozhatok szerintem azzal, hogy én ott milyen szerepet tölthetek be. Szóval, ha én kapnék egy meghívást a YouTube Rewindba, akkor biztos, hogy azt kéne csinálnom, ami a forgatókönyvbe meg van írva. Szóval több mint valószínű, hogy olyan szerepet kapnék, ami igazából nem is illik be mondjuk az én csatornámba. Véleményem szerint, hogyha én is szerepeltem volna benne, akkor az hasonló módon nézett volna ki. Ez az! Minden snitbe beleraktak volna. Ami újdonság volt és számomra nagyon pozitív volt, az, hogy a jótékonyság és azok a dolgok lettek kiemelve még, amikre a YouTube-re képesek voltak. Szóval amiket a videósok össze tudtak hozni, amik nagy dolgok voltak. Legyenek azok adományok, legyenek azok segélyszervezetek, legyenek azok stb. Ilyesmi dolgok. Ez szerintem az idei években nem tudom, hogy voltak említve, én nem nagyon emlékszem rá, de ez egy olyan újdonság volt, ami szerintem tiszteletre méltó, és igenis hangot kell ennek adni, hogy
hogy adott emberek mennyi mindent hozzá tudnak tenni bizonyos dolgokhoz, és hogy adott emberek hozzá is akarnak tenni bizonyos dolgokhoz. Őszinte tisztelet. És igazából így innentől kezdve számomra a videó az ilyen tipikus ilyen átugrások. Szóval ez a... Nem ismerlek, a végén még berakjuk egy kicsit Will Smith-t, és akkor így végén megint slime-ot csinálunk. Szerintem egyébként sok tartalomgyártónak a fejében ilyenkor kicsit közben játszik az is, hogy még ha meghívást is kapok egy... Jézusom. Még ha meghívást is kapok egy olyan videóba, ami a saját munkahelyemet, a saját platformomat, ahol én is részt veszek, foglalja össze. Miért jó pofizzak akkor, hogyha a YouTube-nak nagyon-nagyon sok problémája van, amit igazából meg se hallgat. Vagy lehet, hogy meghallgat, de nem feltétlen kommunikálja rendesen a videósokkal. Tegyük fel, ott vannak a copyrightos problémák. Ott vannak az Article 13. Ott volt például tavaly, szerintem már tavaly volt, a családbarát téma, hogy idén nagy hype az is, hogy minél hosszabb egy megtekintési idő egy videón, annál valószínűbb, hogy az kidobja a főoldalra, vagy több embernek ajánlja ki, vagy a megtekintési idő szerint lesz népszerűbb a videó. Szóval, hogy ezt a videót végignézed, akkor több mint valószínű, hogy nagyon sok emberhez eljut, úgyhogy légy szíves, nézd végig! Megígérem, mindjárt vége. Az egész évnek a második fele komplett szinte arról szólt, hogy az indiai platform, a T-Series meg tudja előzni az első számú YouTuber PewDiePie-t. Erről szól az egész második év ezen a platformon. Vannak élő adások, hol vagy? Komplett élő adások vannak arról, nem tudom ez mióta megy, rengeteg ideje, hogy jelenleg hogy áll ez a dolog. Lenémítom, aztán kapom megint a sztrájkot. Ez az egyik, már baloldalt fenn merch termékeket árulnak. Éppen ezért véleményem szerint pont, hogy a sztori hiányzik nagyon ezekből. Oké, hogy összefoglaljuk a mémeket, meg összefoglaljuk a trendeket, meg stb. De egy sztorit, ami egész évben történt, azt nem tudnak valahogy összerakni úgy, mint régen. Ebben talán még az a nem is rosszabb, de hogy nem minden ember, szóval ha valakinek nem tetszik egy videó, nem biztos, hogy dislike-olni fogja. Nekem is vannak tök sok videók, amik nem tetszenek. És mégse dislike-olom, de attól függően nem tetszik, szóval ez a 4 millió dislike, ez... Viszont hé! Reméljük, hogy jövőre én fogom majd így nézni a telefonot, amikor megkapom a meghívást. Köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, gondoltam... Igen.